szobazene az jó meghatározás, tehát hogy mit csinálunk, szobazenélünk. Tehát én érzem, azért kötődök a gitárhoz, mind a mellett, hogy alapvetően nem annyira szeretem a gitár hangját, de azért kötődök hozzá is. Műfajilag behatárolható volt az improvizációhoz. Ez nem egy műfaj, inkább egy ilyen elérési út. Tehát a hangzás az az elsődleges, meg a ritmus. És mit tettem magamnak? Mert a hangzás, meg a ritmus. Főleg a ritmus, de ugye a hangzás is. Azért az is van. Nekem különlegesen az volt így az egyetlen ilyen ötletszerű dolog, hogy mindehhez a sok módosított hanghoz teljesen akusztikusan, hogy lehet hozzászólni. Vagy hogy lehet akusztikusan úgy effektelni, hogy ez bele simuljon, vagy éppen ellenpontozzon. Készülünk egy ilyen olyan meglepetéssel, ami tényleg szerintem elég egyedi, hogy nem a szokásos európai vagy nyugati zenébe használt hangolást használjuk, hanem egy attól eltérőt. Ezért fontos lehet egy hangolás, mely kicsit kinyitja a befogadóknak is szerintem a elképzeléseit erről. Tehát igazából, hogyha az ember elmegy kelet fele, akkor ott kiderül, hogy mennyire sok rétű hangolásokat használnak, és mi meg mennyire ráálltunk egyre, és gyakorlatilag hát, a fülünk ebben is megszokta. Is, igen. Hát igen, a fül az egy érdekes kérdés, mert én meg a népzenéből pont azt tapasztalom, hogy ebben a viszonylag európai rendszerűre ráhúzott népzenékben is azok a fajta intonációk, meg dallam, meg hangszerkezelések, azok a legtöbb szűzfülnek, vagy akik más zenei környezetből jönnek, az inkább hamisnak, vagy olyan túl rosszul erőteljesnek hat. Tehát, hát meg azt a kérdést is felveti igazából, hogy van-e olyan, hogy hamis, tehát hogy... Erősebb érzetek azok filmhez kötődnek, vagy egy ilyen elég erős vizuális dolog jön létre a fejemben mindig, amikor zenélünk. Engem nagyon keményen befolyásolnak azok a zenék, amiket hallgattam, vagy hangok, amiket gyerekkoromban hallgattam. Például az arab zene az nekem egy eléggé erős hatás, mert egy évig Algériában éltem, amikor gyerek voltam. Az apám jó voltából. Ott kapott munkát, és szerintem 4 éves voltam, és szerintem az annyira beleívódott a fülembe, hogy azóta is nehezen tudok szabadulni tőle. Most kicsit így megfordítottuk, hogy inkább visszatérnénk ahhoz az intimitáshoz, ami tiszta térbe úgy létre tud jönni. És még ez a színpad, ez pont olyan, ahol nincsen nagyon lehetőség elbújni akusztikai dolgok mögé, viszont ez nagyon sok mindenre is lehetőséget ad. Ez egy nyitott dolog, tehát hogy a szoba az mindenki számára nyitva. Mindenki jöhet, csak legalább ekkora homlokának. Ja, igen.